A projekt első alkalommal valósul meg. A 1,5 millió eurós keretre elsősorban hivatásos és amatőr folklór együttesek, énekegyüttesek, illetve népművészek pályázhatnak. A magyar érdeklődők számára fontos információ, hogy a pályázat pozitív elbírálásának esélyét növeli, ha van valamilyen kapcsolódási pont a többségi szlovák nemzet felé. Az elsődleges cél a regionális kultúra támogatása. A 1,5 millió euró teljes Szlovákiát kell, hogy lefedje, és a kisebbségi kulturális alapot azt úgy állítottuk fel, hogy a nemzetiségek között százalékosan van elosztva. Így viszont van lehetőség arra, hogy egy kisebbség akár mondjuk nagyobb pénzösszeget is el tudjon érni, de nem ez volt a célja, hanem az volt a célja, hogy tulajdonképpen egységesen a folklort, mint tulajdonképpen ilyen keresztmetszetet támogassuk, így nem akartuk felszabdalni a támogatási összeget nemzetiségi alapon. A pályázatok beadási határideje 2019. március 25-e. Az érdeklődők részletes információkat a képernyőn látható honlapon találhatnak.